A napszemüveget nem csak divatos kiegészítőként kell viselni, fontos, hogy valóban óvja a szemet a káros napsugaraktól. Éles fényben ösztönös reakció a hunyorgás, ilyenkor a szempillák segítenek megszűrni ezeket az UV-sugarakat. Napszemüveg viselésekor a szem árnyékba kerül, az írisz kitágul, hogy kompenzálja a napszemüveg okozta sötétséget, ezért ha az nincs megfelelő UV-szűrő réteggel ellátva, több káros sugár jut a szembe, mint napszemüveg viselése nélkül. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ma már a dioptriás korrekcióra szoruló szemüveget viselők is hordhatnak napszemüveget. A kontaktlencsén túl más megoldások is léteznek. Az egyik az, hogy dioptriásan készítjük el magát a napszemüveget, amit kiválaszt, amennyiben ez a kerete arra alkalmas, illetve egy-két éve újdonságként jelentek meg az úgynevezett polarizált előtéttel ellátott szemüvegkeretek, amelyek pont úgy néznek ki, mint egy napszemüveg, csak elő van egy előtét, ami a polárszűrővel rendelkezik, tehát napszemüveghatás, és mögé kerül a dioptriás lencse. A napszemüveg akkor dioptriázható, ha nem túlíves. A dioptriás lencséknek van egy adott úgynevezett bázis görbülete, aminek alkalmazkodnia kell a szemüveg keretéhez. Ha ez a keret túl nagy ívvel rendelkezik, nem lehet beletenni a lencsét. Ezzel a problémával a kerékpározók is gyakran találkozhatnak, de létezik erre is megoldás. Nem a kerethez rögzítik ilyenkor a lencsét, hanem egy plusz betéthez. Ez a speciális napszemüveg akár a 100 000 forintot is elérheti. Megfelelő minőségű, hétköznapi viselésre alkalmas napszemüveget 10-20 000 forint körül már lehet kapni, de mindenképpen érdemes vásárok és piacok helyett optikában megvásárolni ezeket. Az itt lévő szemüvegeknél mindegyik rendelkezik minőségi tanúsítvánnyal, tehát biztos, hogy nincs zsákbamacska. És itt a különböző lencse kategóriákat lehet kipróbálni. És nagyon kevesen figyelik ezt még, vagy tudatosan keresik így a napszemeget, hogy nem mindegy például, hogy milyen szűrőképességű napszemeget használ, nem mindegy, hogy milyen színű lencsével választja ki, mert van, akinek a barna lencse a kényelmesebb a szemeknek, másnak a szürkészöld, harmadiknak meg megint más színű. Optikában van rá lehetőség, hogy kipróbálják, és azt is, hogy mire képes maga a lencse, a napszemeg lencse. Tehát mi azt javasoljuk, hogyha az ember gyógyszert patikából vesz, akkor szemeget meg optikából válasszon, mert akkor biztos, hogy maradéktalan jó minőségűt fog kapni. Ellenkező esetben azonban fennáll a veszélye az olyan betegségek kialakulásának, mint a makula degeneráció vagy a szürkehályog. Ráadásul ezek tüneteit sokáig nem is lehet észrevenni.